A hátrányos helyzetű közösségek felzárkóztatásáért indított projektet a gyulafehérvári Caritas és Székelyudvarhely polgármesteri hivatala. A Mindenki Mindenkiért név alatt futó projekttel támogatnák a szakképesítés nélküli felnőtteket, illetve tanulni vágyó gyermekeiket. A gyulafehérvári Caritas 2013 óta működtet nappali foglalkoztató központot Székelyudvarhelyen. Itt gondoskodnak, oktatják például a mély szegénységben élő Budvár utcai gyerekeket, megteremtve a lehetőséget, hogy jövőt építsenek maguknak. Olyan családok vannak, hogy van 4-5 gyerek, itt akik kölőből hordják a vizet. És legalább lesz egy mosódájuk, behozzák a cuccot, kimossák, elviszik. Gyerekek tisztán tudnak járni iskolába legalább, hát ez... Ez a 21. században, ez nem kérte az életet senkitől a gyerekről. A gyerekről nem hibás ezért, hogy ilyen körülmények között él. És ezért próbálunk valamit tenni. A Mindenki Mindenkiért program keretében különböző foglalkoztatási tevékenységek segítségével támogatnák a szakképesítés nélküli felnőttek munkavállalását, valamint az alacsonyabb jövedelmű roma családok gyermekei iskola elhagyásának megakadályozását. Itt vagyunk ugye a Budvár Szociális Központban, az egyik gyerek tevékenységeket végző teremben, és itt lesz egy teljes körű felújítás, itt a másik hasonló teremben, illetve lesz egy új terem, ami a legkisebbeknek, igazából nullától 3 éves korig korai fejlesztés céljával fog megszületni. Ezen kívül általános egészségügyi szűrést, a várandós és kisgyermekes családok számára pedig támogató programokat biztosítanak, amelyek elsősorban a tudatos gyermekvállalásra és a személyes higiéniára való odafigyelésre fektetik a hangsúlyt. A 26 napos program március elejétől indul, amelyet a helyi önkormányzaton kívül több oktatási és egészségügyi intézmény is támogat.